Jó, most a 12-es verziójú FSD-vel fogunk elmenni egy olyan helyre, ahol pizzát szoktunk vásárolni. A pizzária már zárva van, később este van, 8:30 este, és azért megyek arra, mert ott útbe esik több olyan probléma is, amit a 11-es verzió sem tudott még rendesen végrehajtani. Úgyhogy nézzük meg, hogy én itt most elindulok. Majd innen kiértünk, bekapcsolom a önvezetést. Így, be van kapcsolva. Visszapillantó tükörbe, nem látok semmit, mert sötét van. Először is lakótelepen belül úgy döntött, hogy 22-es sebességgel megy. A sebességtartó automatika az automatára van állítva, tehát az autó fogja meghatározni a megfelelő sebességet. Itt van a sorompó. Lelassított. Nem mondom, hogy megállt, de lelassított eléggé annyira, hogy föl tudott nyílni előttünk a sorompó biztonságosan. Itt van egy jobb kanyar. Ez egy jó pont, vagy mondjuk ugye egy fél jó pont, a másik is át tud jönni a sorompón, illetve hát az azért van, mert a sorompó az elég gyorsan fölnyílik, tehát még hogyha nem is lassít le a autó, akkor is fölnyílik előtte a sorompó, de ezt még ráadásul le is lassított. Az első észrevételem, hogy a jobbra kanyar után, ide a útra kikanyarodván, élénkebben gyorsított ez az autó, mint a 11-es verzió. Ez most itt egy 2022-es Model Y a fiam autója, mert én még a Model S-emben nem kaptam meg a frissítést. De ugyanazon az úton megyek végig, mint ahol például tegnap előtt, ha jól emlékszem, hoztam pizzát. Ezt az utat már nagyon jól ismerem, és tudom, mik a problémás helyzetek. Az első problémás helyzet az itt jön, szerencsére mögöttünk nem jön senki. Az autó ugyanis, a 11-es verzió mindig megáll, ugye itt csak egy elsőbségadás tábla van. Nagyon jól csináltuk, mert már látom, hogy sokkal jobb, mint a másik. Ugyanis a másik az mindig megáll, mintha stop tábla lenne. Vár egy kicsit, utána megy tovább. Most itt azért álltunk meg, mert jött szembe egy fehér Tesla, és nem tudtuk, hogy elénk kanyarodik, vagy kimegy a körforgalomból. Aztán, amint kiment, nem állt meg a mi autónk, ment tovább. Annak ellenére, hogy jött ugye a körforgalomba befelé egy másik autó, de az még messze volt ahhoz, hogy minket zavarjon, tehát ez teljesen emberi viselkedés volt, én pont így csináltam volna. Ez nem egy jó pont, ez legalább 2-3 jó pont a jelenlegi verziónak. Itt most föl tornázta, azt mondja, hogy 66 km/h, ami 42 mérföldes sebességnek felel meg. Itt egyébként lehet menni 45-tel. Én azt mondom, hogy pontosan betartja a szabályokat, még egyel lassabban is megy, mint kellene. Ugye nem kapcsoltam én ezt a múltkor vissza, km/h adja meg itt a sebességeket, meg a távolságokat. Nem mérföldre, ezt majd visszakapcsolom le, hogy a fiam reklamáljon miatta. Még annyit, hogy ezen az úton volt egy-két hely, ahol régebbi, nem a mostani, hanem a régebbi verziójú, úgy mondjam, hogy egy-két évvel ezelőtti verziójú full self-driving önvezető programok ilyen fantomfékezéseket csináltak, itt erről szó nincs. A kanyart a külső íven veszi, ez nekem itt nem tetszik, mert amikor ezt a kanyart bevesszük, nagyon közel kerülünk a dupla sárga vonal, záróvonalhoz, tehát ezért nem kap piros pontot. Itt most lesz egy olyan kereszteződés, ahol mi jobbra mehetünk. Az lenne jó, hogyha olyankor érkeznénk meg, amikor a lámpa már pirosra váltott. Tehát a Tesla itt előttünk szórakozik, úgyhogy lehet, hogy az is lesz belőle.
De hogyha zöldön megyünk át, nem probléma, amiatt nem fog most megállni, sárga. De most megnézzük, hogy mit csinál itt, ugyanis a probléma az az, hogy nem biztos, hogy észreveszi azokat az autókat, amik balról, balvállon felől jönnek. És különösképpen nem azokat, amelyek szemből jönnek és kanyarodnak balra én elém. Nem tudja megállapítani, hogy melyik autó akar erre kanyarodni és melyik nem. Nem tudom, hogy a villogót nézi-e, meg különben sem villognak, úgyhogy abból nem lehet erre következtetni. Most minden esetre nem megyünk, mögöttünk senki. És óvatosan bekanyarodtunk itt egy elhaladó másik autó mellé. Tulajdonképpen jól csináltuk, mert ez a sáv szabad volt. Az autó nem indexelt, hogy át akarna jönni. És a mi Teslánk az úgy kanyarodott ide, hogy inkább majd, hogy nem a bicikli sávban maradt, tehát minél távolabb maradjon a bal sávban hátulról érkező autótól. Következő gyenge pont, ugye itt most már föl lehet gyorsítani, ki is írta, hogy 81-jel már mehetünk, és itt nekünk minél előbb át kell menni a bal sávba, nem szabad megvárni, amíg, illetve nem kellene megvárni, amíg a két sáv csatlakozik, összeér, ami most fog következni, tehát ez nem ezért nem kap semmi piros pontot. Én azt vártam, hogy itt átmegyünk már korábban ebbe a baloldali sávba. Most ebben a sávban megyünk tovább, és utána ki is lépünk az autópályáról. Itt ezzel további probléma nem hiszem, hogy lesz, ugyanis maradunk ebben a sávban. A következő neuralgikus pont, amikor, ahogy ki soroltunk az autópályáról, összefutunk a mellettünk levő 84-es útnak a két jobboldali sávjával, ahol most éppen nem jön senki, és nekünk itt elég gyorsan át kell menni a jobb szélső sávba, mert aztán le kell kanyarodni a plázára, ahol a pizzeria van. Mégpedig ez a lekanyarodás, ez azt hiszem még nem. Igen, a következő lejárónál. Tehát itt most kimegyünk. Nagyon jó. Itt a bal sávban kell maradnunk. Most ez egy probléma, mert itt átment a jobba, de már megy is át a balba. Helyes. Mögöttünk most hülyét kap az autó, mert azt hitte, hogy itt meg tud minket előzni, de olyan jól átmentünk rögtön a bal sávba, hogy erről nincs szó. És itt most ugye lassan megyünk, megint hülyét kap a mögöttünk jövő autó, mert szerintem ő gyorsabban menne, de ez nem probléma nekem, itt állandóan rohangálnak keresztül kasul. És itt most ki fogom próbálni azt, hogy halszálka-szerűen be tud-e állni egy parkolóba előre. Én szerintem az előre való beállást az korlátozza, hogy ezeknek az autóknak elől nincs kamerájuk, úgyhogy memóriára kell hagyatkoznia, a vizuális memóriára, nem tudom, hogy ezt meg tudja csinálni. Hátrafele ugye azért könnyű neki a beállás, mert hátrafele mindent lát több kamerával is. Előre viszont van egy holttér. Úgyhogy nézzük meg, hogy itt én most megállok, balra bemegyek, ide bekanyarodunk, és megnézzük, hogy fölkínálja-e az autó parkolásra ezeket a parkolóhelyeket. Nem kínálja föl. Nem mondja azt, hogy itt most parkolhatok. Tehát úgy néz ki, hogy ez az előre parkolás, ez nem működik. Valószínűleg a hátrafele parkolást várja, hogy hol tudna hátrafele parkolni. Most megnézzük, hogy itt ugye van olyan hely is, ahol lehet hátrafele parkolni. Azt hiszem. Bemegyek egy ilyen utcába. Hát, bemegyek forgalommal szembe, és itt majd lesz neki olyan, ahol hátrafele parkolhat, ha éppenséggel nagyon akar. Nem veszi észre.
veszi észre. Úgyhogy ezt most hagyjuk, mutatja is, hogy forgalommal szembe megyek. Nincs semmi jelentősége. Azt hiszem, én itt most kikapcsolom ezt a felvételt. Vagy nézzük meg, hogy hogy megyünk haza. Azt azért jelezném, hogy teljesen... Ja, itt vannak bal oldalon parkolók. Itt vannak a parkolók. Na, parkoljunk be oda. Oké, hátrafele. Indítás. Beparkolunk. Csak már nehogy úgy menjünk haza, hogy nem parkoltunk egyet se. Senkit nem akadályozunk, túl késő van, senki nem jön erre. Itt nagyon klasszul be fogunk parkolni két vonal közé. Ugye a kérdés az az, hogy egyből fog-e sikerülni, vagy kell egy kicsit fűrészelni, de nem, egyből bejöttünk. Jó. És azt mondta, hogy meg is állt. Kész. Jó, megvárjuk, míg ez az autó itt elmegy. Utána előre kimegyünk az autó után. És beírjuk, hogy hazamegyünk. Ez az. Itt is vannak egyébként problémás dolgok, úgyhogy be is kapcsolom a önvezetést. Tehát most itt a plázán keresztül itt egy gyalogos, itt bóklászik. Én nem vettem észre, őszintén nem vettem észre. Itt bóklászik, nyitva az autó ajtaja. Na jó, ez az autó itt éppen villantotta a tolatólámpáit, de végül nem tolat, úgyhogy megyünk tovább. Marha jól észreveszi a dolgokat. Komolyan mondom, azt a gyalogost én nem vettem észre. Hogyha elém jön, nem mondom, hogy elcsapom, de esetleg volt egy kis esélye, hogy kellemetlen helyzetet okozok neki. Vagy ő nekem. Azt hiszem, ez az az autó, akit az előbb megvártunk. Itt a kikanyarodás egy kicsit... zeherni, és mert általában jönnek jobbról is, balról is, ott van egy nő, aki ugrál az autónál, ölelkezés, stb. Jó, nem nő, két férfi, oké. Itt kimegyünk jobbra. Ez az autó nagyon siet. Igaz, neki volt elsőbsége, mert ő már előbb ott állt. Itt van egy stop tábla. Itt senki nem szokott megállni. A Tesla gondolom megáll. Az előttünk áthúzó autó az most jó hangos, kipufogó dübörgéssel elhúzott. Itt egy kicsit lassan, hezitálva megyünk. Oké, most itt nekünk balra, át kell venni majd a bal oldali sávba. És én szerintem ezt érzékelte is, hogy van ez az autó, amit meg kell várnunk, hogy elmenjen. És legbalra kell átmennünk, legbal, így, tökéletes. Nyilván átmentünk az áróvonalon, de ezt máshogy úgy se lehetett volna megcsinálni. És most lesz itt a legnehezebb probléma egy FSD-nek. Ugyanis itt van egy stop tábla, stop tábla, stop tábla! Nem állt meg a stop táblánál. Oké, minden esetre a mögöttünk levő autó se állt meg a stop táblánál. Meg kell mondanom, hogy a stop tábla sötét volt, semmi fény nem vetült rá. Én tudom, hogy stop tábla van, meg volt keresztbe egy vonal. De azért itt illik megállni, mert több irányból is elénk kanyarodhatnak, és minden irányból kanyarodó val szemben nekem elsőbséget kell adnom. Úgyhogy ez fekete pont, hát ilyenekre figyelni kell. Azért nem fékeztem, mert láttam, hogy nem jön semmi, de egyébként, hogyha jött volna valami, akkor én ezt most megállítom, belenyúlok.
Nem tudom, hogyha jött volna valami, akkor a Tesla ment volna-e? Szerintem nem. Szerintem, ha észrevesz, hogy ott jön valami, akkor még ha nem is tudja, hogy stop tábla van, akkor ő megállt volna. De hát persze utólag könnyű okoskodni. Itt most 68-70 mérföld, a maximum az 70 mérföld, most annyival megyünk, a 113 km/h. Hát előttünk is annyival mennek, úgyhogy ez nem olyan nagy probléma. És itt jobbra le kell térni. Időnként az emberek türelmetlenek, és hátulról megelőznek, bejönnek elém, mellém. Most jön mögöttünk egy autó, de nem annyira türelmetlen. A következő az, hogy itt lehetőleg a bal sávba kell állni, mondjuk mindkét sávból lehet balra kanyarodni. Ha a bal sávba állunk, akkor elképzelhető, hogy az FSD eltéveszti a kanyart. Most ő mégis úgy gondolta, hogy a jobb oldali sávból fog balra kanyarodni. Annak a problémája az az, hogy később a jobb oldali sáv megszűnik, és akkor nem tudom, mit fog csinálni. De hagyom, nem nyúlok bele. Csináljuk azt. Ugye most itt meg kell várni, amíg zöldre vált a lámpa. Mint hogyha a bal kerék mellett nincsenek szaggatott vonalak, csak a jobb kerék mellett. Tehát én ugyan figyelek, de ezzel nem lesz itt semmi probléma. Amivel a probléma lesz, jó, most akkor egy kicsit gyorsítunk. Tessék, itt 50 ez az autó tök rossz sávba állt. Tehát én sem várhatom el a önvezető autótól, hogy mindig tökéletes döntéseket hozzon. Rossz sávban állunk. Tudja, hogy át kell menni. Lehet, hogy csak azért, mert hogy ez lassan megy előttünk. De tudta, hogy át kell menni, mert ez a sáv itt véget ér. Úgyhogy megint csak egy piros pont, egy nagy problémát kiküszöbölt. Itt nekem mindig kézzel át kell vennem a kézi vezérlést, átjönni ebbe a sávba, és utána, amikor elhagytuk ezt a jobbra leaggázást, akkor visszakapcsolni az önvezetést. Hát ebben a továbbiakban ilyenre nem lesz szükség. Következő, itt van egy útépítés. Ez az autó balra kanyarodik, lassítottunk egy kicsit. Van az útépítés és jobb oldalon bólyák. Na most napközben itt kibólyázzák a felező vonalat is. És a 11-es verzió az nagyon nem bírja azt, hogy jobbról is, balról is bólyák vannak, és ott egyszerűen megáll. Úgyhogy olyankor át kell vennem, és ha annyira bizonytalan, akkor saját magamnak kell végigvezetni. Itt van a körforgalom. A 11-es innentől nincs neki semmi problémája, nem kell, hogy megálljon, ez se áll meg. Azt hiszem, hogy a körforgalom probléma, legalábbis ennél a körforgalomnál meg van oldva. Nem látok, mivel idefele jövet olyan klasszul átmentünk, azt hiszem, hogy ez a probléma itt megoldódott. Hát itt most már csak egyszerűen balra kell kanyarodni. Itt ezt a balra kanyart azt hiszem a 11-es gyorsabban csinálja. Ez a 12-es, mint hogyha egy kicsit jobban meggyőződne arról, hogy tudja, nem jön semmi, és mehetünk. Érdekes módon, ja igen, ott a sorompó hülyéskedik szerintem, meg nem volt ott bent senki. Na. Megáll, nem áll meg. Hát, lezárom ezt, mert most itt probléma van. De nem az autó problémája, a sorompó probléma.